két ipari csarnok is épül Zsámbék elején, ahogy Herceghalomról érkezik az ember, lehet látni az út jobb oldalán és a bal oldalán is igen komoly építkezések vannak. Mit lehet erről tudni? Mennyire fog ezzel a település gazdasága fejlődni? Lehet, hogy létrejönnek-e új munkahelyek? Két jelentős cégről, itt a Zsámbék életében két tulajdonképpen legjelentősebb cégről van szó, szóval az egyik az Alex fémbútorgyár, a másik pedig a Medicon Tour orvos technikai Kft. Nagyon büszkék vagyunk erre a fejlesztésre. Egyrészt ugye a Medicon Tour az egy nagyon innovatív cég, tehát nagyon korszerű, modern, innovatív, beépíthető szemlencséket gyártanak, ezek a világ sok részén forgalomba kerülnek, gyógyulnak meg általa emberek. Országba szállítják a terméküket. Nagyon sok ember foglalkoztatnak, és úgy alapvetően egy jó munkahelynek számít, ahogy a hírekből visszahallom, tehát ez mindenképpen egy pozitív dolog. A másik pedig szintén egy nagy múltú zsámbéki cég, az Alex fémbútorgyár, akik annak idején iskolatáblákkal, padokkal, székek gyártásával kezdtek el foglalkozni, majd folyamatosan fejlődtek, egy zsámbéki család tulajdonában van, és most már közterületi bútorokkal, játszóterekkel és sok minden mással is foglalkoznak. Ők is nagyon sok zsámbéki polgárt és környékbeli polgárt foglalkoztatnak, bővül a cég, folyamatosan munkaerőigényük van. Ennél a cégnél az a specialitás van, hogy egy örökségképpen, még a rendszerváltás előtt örökségképpen egy település központjában lévő területen dolgoznak. Ez korábban sok konfliktust okozott az ott lakókkal, tehát a környékben élőkkel. Nyilván a kamionforgalom, a zaj, ez zavaró volt. Idővel ők is finomítottak a működésen, és most ez így a konfliktusok elmúltak, de mindenképpen öröm, hogy a település szélén lévő gazdasági területre költöznek. Mindkét cég a fejlesztését azt részben annak köszönheti, hogy a Covid alatti időszakban a kormánytól kaptak olyan jellegű támogatást, ami azt a célt szolgálta, hogy a munkahelyeket megmentse, illetve újabbakat teremtsen. Tehát az eredeti kérdéshez visszakanyarodva mindenképpen lesznek mindkét helyen új munkahelyek is. Bár ahogy elmondtam az előbb, itt mostanában igazából nem is ezzel van gond, hanem inkább a munkaerő hiánnyal. Tehát most a másik oldal az, aki a hiánnyal küzd. Tehát azt gondolom, hogy Zsámbékon és a környékben, aki szeretne dolgozni, az talál is munkát. Ennek a támogatásnak köszönhetően ezek a vállalkozások tulajdonképpen erősebben jönnek ki, mint hogy a válság nélkül, a koronavírus nélkül. Tulajdonképpen így van, igen, ezt így, igen, azt gondolom, hogy ez így van, és a cégről, mindkettőről azt tudom, hogy igen, viszonylag jól vészelték át a járvány alatti időszakot is, nem küldtek el dolgozókat, hanem folyamatosan termeltek, és a fejlesztésnek köszönhetően ez még nagyobb volument fog elérni a jövőben. És ez megoldható lesz a kiköltözéssel az, hogy a település sem ilyen mértékben ne terhelje a kamionforgalom? Mindenképpen ugyanis ugye ez az autópálya felül egy jól megközelíthető terület, tehát ugye azoknak a járműveknek, amik nagyobb szállítmányokat visznek, azok vagy ezen, vagy a hamarosan megépülő M100-as az nagy segítség lesz, tehát a település érintése nélkül elérhető lesz tulajdonképpen minden égtájén, azt gondolom, és akkor ez javítani fogja a helyzetét a település központjának. És akkor elképzelhető lesz, mint hogy más települések életében történt, hogyha kialakul egy ipari park, akkor tulajdonképpen a vállalkozások még több vállalkozást vonzanak a jó megközelíthetőség miatt. Tehát, hogy erre készülnek az M100-as megépítésével? Mindenképpen ugye nekünk a másik nagy projektünk, a Tudományos és Technológiai Park lesz nagyon közel az elkerülő úthoz. Én az elkerülő út végleges nyomvonalának helyével egyébként nem feltétlenül értettem egyet, amikor korábban ez kialakult, volt egy másik alternatíva, de most már ezt egy előnyének látom, és nyilván igyekszem úgy gondolkodni, hogy az előnyöket keressük a kialakult
kialakult helyzetben és állapotokban, hogy ott van a laktanyánk, ott lesz egy ilyen jellegű gazdaságfejlesztés, és korábban már deklarált célunk volt, hogy a másik helyszín, amit el tudunk képzelni a település mellett, ez a Herceghalmi út mellett lévő terület, hiszen ez van az autópálya közelében, és itt lehet megoldani úgy a termelést, bármilyen gazdasági tevékenységet, hogy a településen bent élők életét a legkevésbé zavarja.